Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás október 13-áig. A hétfői napon a hold uralkodik, és itt látható a hold szimbóluma. Megnézzük, hogy mi várható ezen a napon. Itt megjelennek a csillagok. Ez lehet egy spirituális terület, például asztrológia. A csillagok szerencsét hoznak. Ezen a napon ott van a szerencse, meg a bizalom is, hiszen bízhatsz abban, hogy minden úgy lesz, ahogy itt a csillagok ezt közlik, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, és itt látható Mars bolygó szimbóluma. A keddi napon lesz egy változás. Ez lehet munkahelyi változás, ez lehet egy költözködés, vagy valami változik a hozzáállásodon, vagy ő változtatja meg a véleményét, például. A szerdai napon. Közben volt egy telefonhívásom, így megszakítottam a felvételt, és itt megemlíteném azt, hogy naponta este 11 óráig elérhető vagyok telefonon keresztül, ahol kivetem a kártyát. A telefonszám a videó végén látható. És itt voltunk a keddi napnál, a gólya jelenti a változásokat, munkahelyi változás, költözködés, megváltozik a külsőd, vagy az övé, vagy a hozzáállásod, vagy ő viselkedik másképp veled szemben. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik. Ezen a napon a hold az a kígyó tartó csillagképben van. Érdekes az, hogy ez a csillagkép, ez a kígyó tartó az ekliptikán van, ugyanúgy, mint a 12 jegy. A kos jegye, a pika jegye, és így tovább. De érdekes az, hogy nem tartozik ezekhez a jegyekhez. Ez a kígyó tartó a görög mitológia szerint Asklépiosz, az égi orvos, tehát gyógyászatról van szó, sőt ez látható a gyógyszertárak szimbólumán is, az a két kígyó. A kígyó tartó, ez az Asklépiosz, szintén két kígyót tart a kezében. Tehát a hold a kígyó tartó csillagképben van, aminek van gyógyító hatása ezen a napon. És szerdán még egy esemény, Jupiter bolygó megáll egy pillanatra, utána visszafele halad. Ez a visszafele haladó mozgás, visszatekintés a múltba. De azért néha előfordul az is, hogy fékezi az eseményeket. Itt vagy egy bírósági ügyről van szó, ahol még át kell vizsgálni valamit. Vagy azt is jelentheti ez a visszafele mozgás, hogy visszatekintesz a múltba, és úgy érzed, hogy a múltban igazságtalanságok értek téged, de még nehéz ezeket a dolgokat tisztázni. És megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Illetve a kártya mit mutat. A kártya a szerdai napra. Itt a felhő van, ami azt jelenti, hogy jelenleg valami átláthatatlannak tűnik,
Ez a felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet, hogy egy esemény vagy egy kapcsolat visszatér a múltból, amit fél évvel ezelőtt éltél át, vagy jelentheti a jövőt is, hogy tervezel valamit szertan, és szeretnéd ezt fél éven belül megvalósítani. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik, itt látható Jupiter bolygó szimbóluma. Itt látható egy idősebb férfi, ez lehet az apukád, lehet a főnököd, vagy lehet egy párkapcsolat, és itt egy idősebb férfiről van szó. Az is lehet, hogy itt kialakul egy párkapcsolat, vagy ez a férfi tanácsot ad számodra. Ezen a napon, csütörtökön vannak feszültségek, de lesz egy szerencsés fordulat ennek ellenére, hiszen a hold Nunki csillag hatása alatt áll, és Nunki csillag jelent egy helyet, ahol biztonságban érzed magad, vagy egy helyzetet, ami erőt ad számodra. Lehet, hogy ez az idősebb férfi segít neked. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik, itt van a szimbóluma. Itt a fa látható, egy hely, ahol le tudsz gyökerezni. A fának van gyógyító ereje is, ugyanúgy, mint ahogy szertán a kígyó tartó csillagképnél. Ez a gyógyító erő, ez lehet a gyógyászat is, például, ha ezen a területen dolgozol, akkor most lesz egy jó ajánlat. Szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik, itt van Szaturnusz bolygó szimbóluma. Ezen a napon Plútó bolygó megáll egy pillanatra, megváltozik az irány és előre halad. Plútó bolygó az a hatalmat jelenti, vagy jelenteti a belső erőt. Amit Plútó bolygó még jelenthet, fekete vagy fehér, tehát itt nincs kompromisszum. Ilyen döntésekről is szó lehet. Vagy, amit Plútó bolygó még szimbolizál, ezek a szexuális témák. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt vagy tudásról, tanulásról van szó, vagy valaki közeledik, beszélni akar veled, és nyitott bizonyos dolgokról beszélni, például szexuális témákról. Itt középen van a nap szimbóluma, és a nap uralkodik vasárnap felett. Itt látható a virágcsokor, ez jelentheti a te szépségedet, vagy hogy megszépítesz valamit, lehet kerti munka is, virágok ápolása, de lehet egy ajándék, lehet egy meghívás is, vagy például, hogy valaki meglátogat téged, és megajándékoz egy virágcsokorral, vagy süteménnyel, tehát kapsz egy ajándékot. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!